Na, sziasztok gyerekek! Üdvözöllek egy újabb videóban, amiben detektorozni fogunk a CMT V4 szerverén. Um, Rengeteg antik van így is nekem, ilyen 680 ezer dollárnyi az autó, de ezt láttátok az előző videóban, hogy ezeket nem nagyon sikerült ladni, meg van fegyvere alkatrész, kinyitottuk a, a fishing cseszteket, és ma pedig az a célunk, hogy lehajjunk egy-két-három treasure chestet, és akkor azokat is ilyen nyissuk ki hogy hát hadd valamit, szóval kezdjük el a detektorozást, de nem nektek nem hangos, de ahogy látom nem is halk. Szóval lehúzom egy picit a hangot szerintem. Na meg is történt közben ez a modifikálás, és akkor rotyogjunk. Hát itt nagyon egyszerű, mert már kapásunk is van. Meg kell keresni, hogy hol van a cél, és ásni kifele. Most még level ötös vagyok, talán még nem tudnak rabolni, de hatos os már tudnak titeket rabolni. Szóval erre is figyeljetek ne nagyon tartsátok magatoknál az 8 készletet, én még telefont is lerakok, mert az is azért 10.000 dollár körül van, ha akarsz van egy újat, szóval felesleges, meg itt közben úgy csak telefonozni, nincs kihirdete semmi, szóval ja. Nagyon egyszerű, ugye mi kell hozzá detektor és ásó, ami körülbelül ilyen 50 ezer dollár, Bajon ki, ha nem a plázna, az együttel kise vesszük, mert tele van a csomagtartó szeméttel így is tehát ha nem plázába vásároltuk, hanem random boltokból ott mindig olcsóbb általában a termékek, a portékák. Érdemes onnan venni, hiszen nagyon drága plázába, és így megúszátok kb. 50 ezerből az ASO plusz detektor kombót, és ezt nagyon érdemes csinálni a legelső pillanatoktól kezdve, ami után már vettetek egy autót, tehát addig áru szállítómára a fejlesztők, utána vesztek egy autót, és kigyűjtitek közben még... Detektorra, meg az ásóra kigyűjtitek a pénzt, közben kapáson megint, Öhm, és én nagyon ajánlom, hogy csináljátok kis szinten főleg, mert nagyon jól keres, nagyon jól adja, és nem raboltnak ki, tehát akkor nem kell szaladgálni a csomóhoz letenni, bár most én se fogok, tehát kiszedek valamit, nem fog leszaladni oda. Majd visszafele körbe azért beletesszük, ügyelünk rá, bár nem nagyon van hely a csomiba, szóval ma, nagyjából magunknál fogjuk tartani. Mondjuk onnan szedünk ki ott, amit nem fognak elvenni. Öm, kb. én azt figyeltem meg, hogy ilyen 4-5 személyt után általában ad valamit. Csesztet is amúgy szokta adogatni, azért nem mondom, hogy nem, remélem egyet-kettőt fogunk, hogy a mai videóban is nyissuk ki, mert ezt szeretitek, szeretitek látni meg majd azért fogunk venni is majd későbbiekben, amikor nagyobb szinten leszek, pénzügyileg, anyagilag, akkor majd fogok venni cseszteket random, és akkor nyitogatunk, meg majd jön majd hú... nem a húsvéti, hanem a Halloween event, azt szeretem a tököket nyitogatni, az volt tavaly is a V4-en, vagyis akkor egy V3 elvén, ugye racing abból, ott nyitottunk is kést, vagy az karácsonykó volt, hát ugye már tököm, azt amúgy elvették, de mindegy, haha, nagyon szépen, ügyesen. Ö, szóval ezekre vigyázni kell. meg, megint mondtam, ilyen 3-4-4-5, négy, négy, öt, amikor 5 öt, öt személyt után általában az éba adja. Van, csalókás, mert több ö, dolog is van itt. Amikor nem egyértelmű, hogy ö, itt van a célpont, akkor érdemes kiszedni a szemét is, mert akkor valószínűleg még lesz mellette is egyből közvetlenül ö, nyom, vagyis forrás. Szóval, ja, de én ilyesmit nem veszek ki, guafütői meg ezeket, semmi értelme nincsen kivegyem, mert nincs hova tennem. Eladogatni meg ezt, kiveszi meg. Lehet kénk keresik egy aurósszáig valakit, akit 5000 dollárért megveszek guafütőit tőlem, vagy 1000-ért, na valahol itt van. Erre felé? Aha, akkor ez lesz az, jó. Nagyon adja most, nagyon adja, meg se kell vágni, ha a videót annyira adja. Közben ugye beszélek, és akkor az tökéletes tartalom lesz. Kíváncsiak vagytok valamire, amit nézzük meg, próbáljunk ki. Vagy van tippetek, az kommentbe egy algoritmus segítő kommentel írjátok meg. És tényleg bátran írjatok, akármit jó lett, szar lett, mit csinálsz, hogy vagy, ötleteket, témákat, beszélgetés témákat, mire vagytok kíváncsiak. Ez egy... Ezt nem vesszük ki szerintem, vagy kivesszük? Vödör, jó, ja, akkor most ezt is tudjuk, ez a vödör, azt nem vesszük ki. Most a ha visszatenni nem lehet tehát nyugodtan írjatok ez a témához, vagyis ez a dologhoz témákat, mert ilyenkor nekem az jó jönne, hogy valamire kíváncsiak vagytok. Szóval, ja, meg az algoritmus segítitek, akár mivel jó lett, rossz lett, minél később írjátok, tehát megnéztek a videóból 5-10 percet, 20 percet vagy végig, és utána írtuk, az sokkal jobban szereti a Youtube, mint hegyből lájkoljátok, mi este rá néztek a videóra, de amúgy megnéznétek, akkor utána lájkoljátok, mint előtte, mert azt jobban szereti egyszerűen a Youtube algoritmus, van a kommenteket is utána, ha valaki ezzel segítene, az ezzel tud, vagy támogatnak, akkor ezzel tud, meg elértük a Youtube partnersége első lépcsőfokát, most már nem sok van a másodikig sem, szóval most hát tudtuk ilyen szuper köszönetet venni, bár ez tényleg az adjon, vagy az vegyen videókra, aki szeretne. Nem kötelező, hogy majd lesz ilyen csatornatagságok, majd ezeknek én is hozzá, aki pontosabban ezekhez ért hogy mi hogyan működik, az majd esetleg írjon kommentek vagy Discord szerverünkre. Én azokhoz nem nagyon figyeltem, hogy hogy kell csinálni, vagy ezt neked kell rendesen meganimálnod, meg megcsinálnod, meg betenni. Ilyen emotokat, meg aki vesz ilyen csatornatagságot. Azt nem tudom, meg van az a szuper köszönet, ez ott van a videók alatt most már. És akkor tudtok támogatni, mit tudom, hogy mennyi kell. Ilyen 700 forinttól elkezdve rengetegig. Tehát az az támogatja a videót, aki szeretné igazából, ez mi? Ez egy rosszabbik fajta kanál, igaz? Igen, ez nem az antik kanál, ezt ki se vesszük. Várj, már. megint van valahol. Jó, kivesszük, mert meg van bolondulva a gépezet. Kivesszük. Jó, igen, igen, ez előfordul, hogy egyből van mellette. És akkor nagyon megzavarodik a gép akkor érdemes kivenni, hogy lássátok, hogy körülbelül merre van. Még itt lehetne órákat. E, Tehát így erről ennyit. Erről a szuper köszönök, meg. Satt, hogy stb. Ezek ezekhez nem nagyon fingom nincsen, lehet küldeni, és akkor az tök fán, vagy ha lehet, nem is lehet egyáltalán még. Mert nem tudom, hogy ilyen bankkártya hozzá vannak -e adva, vagy ilyesmi, amire ez átjön, vagy az új youtube YouTube az nem, az azt hiszem megy a YouTube balanszba, csak azt x pénzmennyiség 20 ezer forint után tudod kivenni. Ugye minimum azt el kell érjed. Csak ott kivenni. Elméletileg, szóval, ja, aki szeretné, az lökjön, aki nem, nem, tehát nem kötelező. És nagyon szépen köszönöm, ha valaki támogatná ezzel is a csatornát. Hát ez szemét, de nem vagyok benne biztos, hogy nem, e van több helyen is. Valószínű, de van, de van, de van. Hát gyerekek, itt egy hármas fogás. Úristen bejelmúd a háromszög a Bermuda hár, ez lesz a videó címe, a Bermuda háromszög, nézzétek meg, hát egy, nagyon jó háromszög, azt szóval hát lehet nem is ebben van, az a fan fact, hát most sietnek rá bolni, kakaulát odaadom, mondjuk azért én féltem a kakaulát, de mindegy, odaadom, a Bermuda ladát nyitva hagytam, és akkor kilútolják, nem, nem hagytam nyitva szerintem, igen, úgy lehet az is érdemes, nem olyan helyre parkolni, hogy egyből lássák, hogy na itt van valaki, hanem valahol random oda az út szélér, és itt felszaladni. Tehát oda parkolsz a horgászatokhoz, és akkor innen meg gáz oda, és akkor, akkor nem lássák, hogy itt van autó, lehet nem néznek úgy körbe. De mondjuk itt vannak utok, itt aki akar rabolni, az végig fut. Megint szemét. Örülök neki. Most már többedik szemét volt. Na jó, most már szerintem nem lesz itt. ...elméleti síkon. Vagy de. Na jó, szerintem itt nem ásunk többet, még csak szemét, ami van. Megyünk tovább, megyünk tovább, és ha megint van kapás. Hát tényleg nem tudok vágni a videón semmit, meg nem is kell, mert... ...dumázgatunk itt magunknak, szépen okosan. Az előző videóban szó esett egyébként. A oh, hr hát, ezt is ugyanakkor veszem fel, 24-én. Ha valaki kíváncsi a Picking a oh, fú, de jó, szemét a szemét hátán, hát mi ez? Nagyon szarul adja ma. Tehát ha valaki kíváncsi egy kis pik, egy kis pikre, akkor az, azt nézze meg. vagy majd belárlok egy-két dolgot, de effektív még nem történt nagyon-nagyon-nagyon előrelépés az ügy érdekében. De mondtam, ha majd meg lesz a vége, a pont az én, akkor majd fog jönni egy összegző videó. Az egész, hogy addig most én nem csinálgatok szerintem kivéve a nagyon elhúzódik, mert akkor lehet csinálok az aktuál helyzetről, de a nem megoldódik még augusztus folyamán. Egy végleges beszélgetés, a különböző okok miatt egyszer volt elérhető. akkor beszéltünk a Safi, utána volt most 18-án, tehát majdnem 10 napra rá, vagy két hétre rá öm, neki. Beszélgető, akkor nem tudtam ott lenni, az az egy nap volt azon a hét, amikor pont nem tudtam vasárpestot lenni, semmiféleképpen. Vikóval is beszéltem, ő ugye ebben nem tud segíteni ebbe az ügybe, nem ő bannolt, stb. stb. szóval így kb. ennyit mondok el ebbe a videóban, megint nem fogom ugyanezokat elmondani. Az, aki kíváncsi, az nézze meg, mert legalább ott nyitunk fishing meg ugye beszélgettünk erről. újra nem mondom el. <kül> Vox egy LTS-es videóba, ott ugye miről beszélgettünk, hát ott lehet erről, meg a bajnoki rajtokról, amik brutálisak voltak gyerekek. A séria A, Nyitó napján mind a négy meccs, hogy mennyi volt? X, döntetlenre végződött, döntetlenre végződött, gyerekek, hogy Én mondtam, ha valami kutyaliga, az a szériá Mondják sokan Bundesligára, Francia Ligára, de nekem nem A séria, ott annyi X van, annyi döntetlen van 0-0-ák, 1-1-ek egy meccsek, félnek, kell a pont Nem harcolnak a három pontért tisztete kivételnek Ö, Nekem ez nagyon érdekes és egy, nem um, piknek mondják ezt, tehát. hogy mondják ezeket, hogy mondják ezeket, gyerekek, ezt mondjátok már meg. Um, spoiler, pik, nem tudom miért piket mondok. Egy um, kis spoiler, szeretnék csinálni egy olyan videót, ez hogy írjátok meg kommentben, valaki eddig nézte ezt a videót, hogy ez adná vagy nem adná, közül még egy szemét, hihetetlen. Szerintem most tudja, hogy videózok és nem ad semmit. Um, hogy csinálunk egy ilyen mez videót Tibivel, amiben értékeljük az adott uh, top 5 liga, egyelőre top 5 ligának. Uh, persze ez külön-külön videóban nem egyben, mert azért van 18 kötél, 20 csapat mindegyik ligába. Uh, a mezeiket, külön hazai, külön idegenbeli szerelésüket, és a top 5-öt abba a merítésbe, hazai és vendégmezeket külön szedve megint, a top 5 liga top, top 5 mezeinek, tehát az lenne 5 liga, 5 mez, akkor 5 x az 25 darab mez, pedig rangsorolnánk egy végső listán, ami szerintünk a 25 legjobb hazai és idegen mez címre hallgatna, hogy szeretnétek-e ilyes fajta tartalmat látni esetleg a csatornán. Ugye Haraszti Ádám szokott minden évben ilyen mezekről beszélgetni, most már azért nyilván elkezdődött a bajnoki rajtuk. Minden ligába, top 5 ligába, szóval onnan tudnánk egy ilyet csinálni Tibivel. Gondoltam, hogy ne csak a saját, hanem az ő véleménye legyen benne a videóban, és akkor végén összegeznénk, hogy kinek melyik mezek tetszettek a legjobban. Ugye ez úgy néz neki, hogy elkezdenénk random a csapatokat ugye megnyitni Google ablakokon, mezeket szépen megnézzük, magunknak szépen egy lapra leírnánk, hogy mit is gondolunk. Tehát nekünk ez a 10 hány pont, és akkor egy 10-es skálán értékelnénk, egy pár dolgot elmondanánk, hogy na ezen sok a szponzor, ennek a színe nem tetszik, ennek a csíkozása, ennek a pármi galléria nem tetszik, és akkor ja, pici értékelés, és akkor mennénk a következőre, a végén pedig így még egyszer átgondolnánk, és akkor még lehetne változtatni, csinálnánk mind a ketten egy-egy top 5 -öt. és akkor az reméljük, hogy nem különbözne annyira, hogy öm, ja, na akkor tovább, tehát ez lenne a videó koncepció, mondjuk a, ő is más öt top 5 csapatot tenne be, lámpa meg én, is, akkor lehet majd úgy összegeznénk, hogy máshogy összegeznénk, akkor mondjuk nem tudom mi lenne pontosan a nézé. úgy közösen kell megállapítani egy top 5-öt, ma nem szeretnék 50 darab ezt betenni, tehát azért hogy top 5 vagy az enyémet, azt lehet pont ilyen 32 lenne, mert nem ugyanazok a top tehát a végén majd összegeznénk egy um, listát, és itt nem lenne prioritás effektíve a során majd a top 5 liga, top 5 mezeinek, a, vagy top 25 mezei listában nem lenne prioritás az, hogy a francia ligában a PSG ez harmadik lett az én listám, TB negyedik, mert ott megint egy külön kalapba tennénk be őket szóvalja. De ha szeretnétek egy hasonló koncepciót, most ugye bonyolítottam ezt az egészet, hogy világ megvége, de ha szeretnétek egy hasonló koncepciót, akkor dobjatok egy kommentet például. De ezt mindenképpen szeretnénk összehozni. A Tibivel valahol majd felvesszük, ügyesen, okosan, ez megint szemét, hát hihetetlen gyerekek, szemét a szemét hátán, láda meg ilyesmiről, én nem is álmodom szerintem, ennyire brutálisan adja. Ö, ilyen rosszul még nem adta, tehát nekem 4-5 után mindig jön valami antik, vagy valamilyen dolog, ami hasznosabb, értékesebb, most gyerekek 10. ásás kb. és semmi. Nem, nem. egy-két -egy ládát azért fogunk, mert biztos, hogy kinyitom, nem adom el, videó kedvéért is. Nem a gyűjtögetek, és akkor majd jön egy ilyen videó esetleg. Veszünk egy két fishing chestet, ha tudunk. Azt akkor háttam, ami nagyot húzunk. Na innen már tényleg jó lenne valamit. Mert ha jön, akkor én szomorú leszek. Tehát kiástunk már 7-8 darabot, kb. kiástunk, és öh, szemét. Körülbelül szemét. Ami jött, meg csákány, meg lámpa, most ezek nem olyan nagy értékek. Meg az van nekem eltéve csákány, ha miért nem azért, és... Ez nem személyt, ugye? Jó, e erekje, vagy kupa, vagy mi az Isten, ez... Kehely. Ja, Na, az első dolog, legalább akkor többet fogunk kapni Babaonál. Nem Babaonál, Zacisúrnál, nem tudom, hogy hívják. Fémes Dénes, azt hiszem Fémes Dénes bácsinál hát a többet kapnánk értük. Az úton úgy veszélyes van, itt úgy szágulnak le 200-zal, hogy hopp kapás van. Öh, hogy az úgy bassnak módkor már nem elütöttek. Szóval itt azért jó, megy az ember, de most nem menjen ma annyira, mert nem lehet tudni, hol detektorozok. Tudom, nekem meg nem kell az úton detektorozni, ennyi. Szóval itt, itt mindenkinek van egyfajta igazsága. Na, jó, rotyogtatjuk valami, valamit, egy ládát. Egy ásó is jó lesz, azt nem fogjuk kivenni. Meg kiásom vele a síromat, hát miért ásót De szerencsétlen. Nagyon sok szemét van, én most leszégyenítem itt a scriptet. Eddig adta jobban a napokba. Mikor elkezdtem, sokkal jobban adta. Tehát jó, hogy volt hoppá szemét. Ö, kellő mennyiségű szemét, vagy felesleges bika kábel, az is van egy rakattal. Meg ilyesmi bár az nem felesleges, de azért. Na, értitek. De most, hogy nagyon nem adja, az biztos. De remélem, hogy ládát fogunk azért. Mert most venni nem fogok, de balt az az, meg azt adja. Azt az, amit csinálsz a baltával. Nincs favágó meló. Hogy tudnánk hasznosítani esetleg. Na, ott, jó, aztán azok idefele tartanak. Hát hihetetlen, amúgy nem sok embert látsz detektorozni, szóval valószínűleg hogy csak rabolgatják őket, hogy nem nagyon foglalkoznak vele. Hát, tibit legalábbis elvén, amikor detektorozott, akkor rabolták ki. Olyan, szóval ő nem nagyon akart detektorozni. De jó, hogy nem pakolta le a cuccokat, mert hát, hogy távol volt, nem mit tudom én mi. Hát mondom, pedig érdemes letenni, mert brutálisan el fogják azt venni tőled. Jó, én is úgy teszek, hogy leteszem. Nem teszem. Nem teszem, mert még ezt kiássuk azért szeretek így körben nézni, általában mindig szokott itt is lenni mellette, így közvetlen az autó körül dolog, és akkor most megint elindulhatunk például ezen a vonalon. Ö, mit fel, vagy most egy kicsit itt ezeken a területeken. Én mutogatok, úgy teszek, mint azt én látnátok én, hogy mit mutogatok. Tehát, ó, a kurva életbe. Ezeken a területeken is széjjel nézzünk. Itt kávé, most itt csapunk egy kört, na biztos lesz. Na jó, azt ott hagyjuk. Ez meg az autóra jelez be nyilván. Úgy, oké, okay, és bezárjuk. Bezárjuk, hogy nehogy ellopja senki, mert az nem esne jól nekünk. Na jó, most ilyet újabb kapás. Hát egy ládát azt mindenképpen akarok kiszedni, de most már azért kezdem annak az esélyét elvetni, hogy többet is ki fogunk tudni szedni. Szeretnék csinálni egy olyan videót is. Tudom, rengeteget beszélek, de a videónak ez lenne a lényege. Szép jó napot kívánok! De nem állt ennyi idő csak nem értek be, hogy level 29 volt, hogy megnézzék, hogy hanyag szintű vagyok, szóval szerintem szimplán csak nem akartak kirabolni. Vagy mégis? Na, nem, most, most biztos megnézték. Most megnézték és tanakodnak, hogy mi történik. Na, azaz, az kell nekünk. Visszajönnek, akkor lehet ki fognak rabolni. Na most mi történik? Szép napot! Jött itt... Jók itt a kapások! Hát... Na... Nagyon... Igen... Igen... Szemét... Szemét... Hát... Há. Nektek is... Mi? Milyen kérdés volt ez? fogott egy evót. Ja, az evót megfogtuk. Az az. Na most ilyenkor nyilván nem azt fogod mondani, hú, gyerekeket így szarásig adja. Valószínűleg ezek nem voltak olyan barátságosnak kinéző entitások. Nézzétek a videót, pacsi. Valószínűleg rabolgatni szerettek volna, csak lehet megnézték el itt, hogy levelhanyas, és akkor látták, hogy nem, nem fogjuk itt kirabolni. Szóval ezt óvatosan kell csinálni, ezt a melót, meg tényleg le kell pakolni. Az a lényeg, hogy mészítek itt egy fel, lefele pedig lepakolsz. És akkor nem lesz nagyobb baj ebből. Jó, most itt, itt, fognék valamit, nem szaladnék le az autóhoz, hogy most lerakjam és újra előre, hanem mennék szépen. Lefele ott leraknám. Tehát két-három dolog után, nyilván nem a kanapács, La, letesszük. Szemét, szemét, hátha jól értem azt is. Na jó, most ha kezdünk visszafordulni, ugye ahogy mondtam a taktikát, most átfésüljük az itteni részeket is. Öhm, meg na, az út mellett vagy, akkor látnak, hogy itt vagy itt áll az autó, látnak, hogy van itt valaki, és akkor nyilván ők is jobban keresik. De azt az autót én nem itt nem ha ott arról az útszélén, akkor nem biz feltétlenül gondolnád azt, hogy itt van is valaki, és én bebújnék az erdőbe. Tehát nem az út mellett detektoroznék, akkor valószínűbb, hogy nem kapnának el, mint hogy elkapnak. Szóval ilyen dolgok vannak, de hát ha kirabolják az embert, kirabolják, készpénz ne legyen nálatok rengeteg, most ez a 6000 dollár most nálunk van határokra, meg ilyesé, de még ennyit se kell magadnál tartani, és akkor nincs probléma. Most remélem nem olyan traugerek az emberek, hogy még a... Ú, most nem néztem itt veszek ki, ez most ilyen random loot volt, hát gyújtó az, az, az szemét. De majd ki lehet lökni, tehát nincs ezzel baj. Valaki tudja, hogy az anyag vasaknak mennyi a darabja. Én úgy tudom, ilyen 1000-2000 dollár körül lehet. De is nagyon láttam hirdető, bár nem is néztem, de így nem találkoztam vele. Az írja már meg kommentbe, mert arra kíváncsi vagyok, hogy mennyi, hogy érdemes-e tartogatni, vagy tényleg ilyen pár száz dollárokat ér, akkor hajtom ki. Oda meg egy-két ember, zacinál, esetleg meg kérem kell. Vidd 2000 dollár, legyen a tiéd, legyél vele boldogoszt, akkor ennyi. nem tartogatom, ha nincs effektív semmi értéke. tehát ezeket tudjátok, akkor azt írjátok meg, meg a mesterkönyv árakat, meg ilyesmit, ezekre én kíváncsi vagyok, mert tényleg nem tudok semmit, fingom nincsen, ahogy jó magyar ember szokta mondani. Fingom nincsen róla, hogy milyen árakkal bír a v 4 szeró. Bár elvén se tudom jobban, de ott azért kb be tudom határolni. Úgy mi mennyi, mégiscsak. Jó, utána jövünk itten megint az úton, vagy nem itt jövünk. Ha jövünk valamára, csapunk itt köröket. Jó, akkor megyünk középen egy kicsit. És akkor utána jövünk itt fel, fele, utána megyünk ott körbe. Én nekem az a pozíció, amin szoktam lenni, most nem adja, de amúgy szokta. Tehát ez a kedvenc helyem. Ahol tudok, mert itt közel van az ACI, lehet horgászni, itt egyből a tó, vagyis a, igen, tenger. Öh, tehát itt sok mindent tudsz csinálni így közelben, egyben, helyben. Nincs nálunk semmi, jó, nincs nálunk semmi. Hát nem tudom, így nem nagyon lesz a videónak az a rész a ládanyítás, ha egyszerűen nem dob ládát. Na újabb kapás gyerekek, eltelt egy picike kis idő, bár nem sok. Csak megálltam pihenni, mert elfáradt a karakter, ugye, kicsit dagik vagyunk, azt akkor nem bírjuk a tempót autózgatni. Na no, valami antik jó lenne, hogy akkor minél többet kapjunk. Flex. ATM fúrás? Hm? Adjuk be. Flexeljünk egy ATM-et. Aladába. Biztos szerintem el menekül. és menekülni. a rendőrök észre se vennék, hogy én voltam. Addig már már miután megtörtént az eset. Még az, azt hiszem van GPS azokba szarokba, kazettákba. Na mindegy. És észre vennék, hogy a ladába ki a fene akar próbálni ATM-et rabolni, ugye őszintén senki, persze, hogy senki. Hát lehet buli csapni, lehet buli csapni, akik csak ilyen rendezvényeket, majd elmegyünk egyre. Megnézzük, hogy miért, mondjuk ott rendes jó kopiráltos zenék a rotyognak, és akkor a 80-as évek zenéjére rázzuk a habtestünket, a fehér bálna zsír tartalmával rendelkező habtestünket, ott fogjuk rázni, meg még hát ha a hajunk is kinő. Mondjuk így még jó, hogy nincs hajam, mert amilyen szarokat kapok ezzel együtt, az mi a. ez egy aranya hát az jó. Az jó, te. Az jó, bolond. Azt elkaptuk. Na gyerünk, 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 hogy antik legyen már legalább, ha nem, nem is láda, mert most az nem tudom. De szerintem már kiérdemeltük a ládát nem olyan drága, mondom, 100k körül van, 110, 20, meg mikor, hogy vesztegetik az árát, én 100ért tudtam eladni példának, a kokáért. Egy darabját. Hát ez megint egy aranyóra, ami megint jó. Egymás után két aranyóra, na az, az viszont vállalható. Itt van megint valami. Oh my god, bro. Oh, no. Nem tudom, mennyire fog ez összejönni, közben itt megint kapás. ha kapásból nincs hiány, arról nem lehet panasz. Minőségben vannak problémák, viszont ez erről lehet panaszt írni, mert itt vannak. Vannak dolgok. Na de ez valami. Az mi? Anyagvas. Tudod mi a baj? Én kiveszem, de nem nagyon van helyem neki. Most már tényleg úgy állunk, hogy szorít a hurok a lényeg, ami kéne, az nem nagyon van a hau. ugyan ami megadná a feelinget a karácsonynak, meg hát havas karácsony, nem tudom ki remél idényre, én nem. És szerintem az utolsó kapásunk is itt van körülbelül, mert megyünk leadni most már. Ne legyen hosszú a videó, mert semmi értem egy órás videót csinálni erről, a szerencsétlenkedésről. Ha ez ad valamit, ad, ha nem, akkor így jártunk most ezzel Hmm, Effektív nagyon kezdem itt nem. Lámpa, jó az. Nagyon sok szemét volt, három értékes tárgyat fogtunk, és többi mint szemét, ez csalódás. Itt még megyünk egy kört, ad, véletlenül ad, ha nem, akkor nem. Ez nekem nagyon nagy lúz, ez, ez mindig jobb szokott lenni, ilyen szarfogásokat én még nem. Jaj, gyerekek, de megijedtem. Az remélem vissza akar fordulni úgy megijedtem, hogy az valami világ vége. Hopp, kapás! Az autóra jelzed? Ah, oh, az autóra. Nem, jó, itt is van valami. Na akkor tényleg ez az utolsó esély. Ez az ultima chance. The last chance. Na nézzük gyerek, adj be valamit, kérlek egy ládát, hogy valami antikot még. Valamit. Nézzük, akarnak látni egy nyitást. <coughs> egy láda nyitást akarnak látni, hát adj már hozzá egy ládát. venni nem fog, az tuti ZR. Semmi értem mert még mindig van, de most nincs. Gyerünk már, gyerünk már, gyerünk már. Na, látod lesz, hogy nem írjátok meg kommentbe, szerintem nem, de mindegy. De még antik se hiszem. Aki okay, egy antik készlet, az lehet benne van a témával. De golfitő sem rossz, tehát kell értékelni mindent. Mindent kell értékelni, jó dolog az a golfitő, de nem annyira, mint amennyire lehetne az jobb is. Na, még megyünk itt egy jó nagy kört a ladánál, tudod, az esélyt mindig meg kell adni mindennek. Még erre nem, nem szoktam elmenni. Ez lehet az én hibám, mindig felfele indulok ott el. Na jó, szerintem megvolt az esélyek. Nem, nem volt, meg még itt van valami. Na jó, talán biztos elteszem a detektort, mert nem akarok megint egy szemetet kiszedni. De láttátok, és még úgy is volt, hogy két-három, be se kerül a videóba. Üm, nem is volt már kedvem beszélni bele, mikor láttam, hogy szemét jön megint. Ott lesz még két-három kapás videón kívül úgy mond, ami megint szemét, 40 pár perc alatt. Ami rengeteg, rengeteg. Nagyon sok. Hát ebbe sem reménykedem nagy baba, a lámpa, bika kábel, anyagvas maximum esetleg bika kábel benne volt a felsoroltakba. Hát ez csalódás keltő volt az a mai. Jó, itt meg már nincs semmi. De van. De van. Mi a fasz? Még itt is akad, na hát még jó, hogy nálunk van a detektor. Hát, ha valamit bad még. Most meg megkísértjük a szerencsét. Veszteni valam nincs effektív. Max annyi, hogy addig kirabolnak, ameddig itt tökölődök, és akkor bukok két aranyaurát, meg 6000 dollárt, meg még elveszik a detektort is, ha rendesek. És akkor majd hirdetik 20 ezerbe, valakinek megveszi, és akkor profit. Remélem nincsenek ilyen szervezetek, aki ennyire rá van állva. Mert ha van, az szomorú. Az szád. Na jó, na jó, most ha érünk a végéhez. Elegem volt, őszintén megmondom, melegem volt, elegem volt, ez nagyon gyenge ez a mai, ez tényleg videóra sem érdemes, de csak lesz belőle videó nyilván nektek. Hát ha Isten megáld minket, és most ad még valamit nekünk, valami jót. Lopát hasznos, de nem feltétlenül a jó közé tartozik, na jó, szerintem tényleg menjünk én a picsába. Itt a lada, megfogtuk, amúgy itt is 8-as, ez már érdekes, hogy ilyen messzire is 8-as, de mindegy nem bánom, ha van itt valami, ha se, megyünk innen a fenébe. Na jó, akkor a zacisnál találkozunk, ismételten. Az igen, milyen járgány vagy gyerekek, azt figyeld. Wow! Az durva, ez meg táskával szaladgál, ott is van pénz. Ott is van ám pénz, na parkoljunk le gyönyörű szép Audi A8-asok mellé, vagy mik ezek. Annyira, hogy nem bejövősek nekem. De ez lényegtelen. Na hopp, ki kéne a menni a gyerekek. Mit csinálunk? Mit csinálsz? Mit csinálsz? Na aranyaurából lesz így négy darab, a kehelyből egy darab, a egy darab, mert még vagy öt igaz gyöngy. Jön -e mellé. Hát, szerintem nem annyira lesz annyira brutális, amennyi nagyon sokkal több. Mit akarnak? Hello? Nincsen. Azt kell nekünk eladó. Már csak megpróbáljuk adni neki azt tudom így mennyit ér kb. Van aki ezt vásárol és akkor rengeteget felvásárol és akkor ő vár. Annyit, hogy ez bőven megérje. nézzük. Jó. Majdnem, majdnem megvan az egy milla, de hát ebből egy 700 ezeret, aki húzok, az jó. Az tök jó. Azt a kurva élet. Ettől kevesebbet nem igen adott még szinte a világon senkinek. Hát ez nem most lesz. Ez nem most lesz. Hát ezt meg is szakítom. A gyerekek, mindegy. Én majd videón kívül megpróbálom eladni. Valamilyen értékelhető báron. Tehát nem Szotyi Ma -e, az nem túl jó. De vagány a kis Audi TT, nagyon jól néz ki. Nem szopi rotyér -e, adom el, és akkor majd jó lesz ez. Na hát nektek én köszi a figyelmet. Következő videók egyikében találkozunk még. Ha tetszett, akkor dobjatok rá egy like lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem lennétek, és várjátok a következő videókat, ami bármi lehet. Akár lehet, mit tudom én, még az is, értitek? Jézus Isten, amúgy itt is szoktam detaúzni ritkán, de annyira ez nem adja itt nekem. Na jó, akkor pacsi, sziasztok!